Na jó estét, sziasztok! Hát ilyen se volt még egyébként, pedig nem tudom mióta figyel nálam ez a játék, és zseniális, de gondoltam nosztalgiázzunk egy kicsit azok, akik ismerik, és ismertessük meg az ifjakkal, akik esetleg nem. Szóval a lényeg az, hogy ez egy PS3-ra mindenképpen kijött, nem tudom, hogy máson megjelente, de PS3-ra biztosan megjelent, mint ahogy a neve is nyilvánvalóan mutatja, 40-es évek Los Angeles-ében játszódó, noir stílusú történetet elmesélő, rendkívül nyomozós játék. Szóval, ja, nagyjából ebből már tudjátok, hogy mi az Istent lehet tudni. Most én azt nézem, hogy van-e lehetőségünk egyébként a extras alatt, talán nem tudom, van-e lehetőségünk mondjuk feliratot beállítani, mert ebben nem vagyok biztos. Szóval, ja, maradjunk abban, hogy nincs. Szóval akkor nézzük tovább, hogy mi van még a menüben. Balra jobb lehet igazából menni, és itt nincs olyan lehetőségem. Szóval nagyon úgy néz ki egyébként, hogy ez azon játékok egyike, ahol a felirat beállítás az egy teljes mértékben lehetetlen dolog. Nem baj, fussunk neki, jó, én nem is nagyon szaporítom a szót. Nézzünk egy ilyen kis kedvcsináló fél órát belőle körülbelül, hogy milyen jó. Na, hadd szóljon! Mindenkinek jó szórakozást kívánok Los Angeleshez. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. The symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. Dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling car, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective and ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. És itt kapcsolódunk ugye be, egyértelműen az akció kellős közepébe, in medias res. Szóval ugye ezzel fogunk tudni elvileg ugye kanyarodni. Mivel, aha, igen. Jó. Ezzel haladunk. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search. There's some kind of catch. Ever the opera. Ezzel satú, ezzel fék, mivel szirénázunk. Ezzel szirénázunk, bárcsak tudnám, hogy hova francba kell menni. Ja, ott van! Ott van, ott van zászlóval, szóval bal oldalt van ugye. Nagy fék!
az de király volt. Tehát ugye nyilván... Bocsi! Tehát nyilván ugyanazok csinálták, mint a GTA-t, szóval innentől kezdve lehet sejteni egyébként egy rendkívül sok interakcióban, rendkívül sok dologgal, ugye. Egyértelmű. Fordul. Anyádat azt. Menjél már odébb, ember! És miért félsz tőlem? Rendőr vagyok, nyugi. Csak vezetni nem tudom ezt a fost. Oké, okay, és kicsit jobban oda kell figyelni, elnézéseteket kérem. Fékezünk. Próbáljunk a sávukban maradni, ami nem egyszerű egyébként, de mindegy. És akkor elvileg valahova ide kéne leparkolnunk, ugye? Ja, ide. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got places here. To be. Happy hunting. Szóval, igazából bizonyítékot fogunk most keresni, ugye történt itt egy gyilkosság, fegyver meg sehol az égvilágon. Kellemetlen helyzet, ugye. És ugye nyilván a kifutó fiókat küldik, tehát nyilván nem a nyomozók fognak ilyenekkel tökölni, hanem akkor szépen lehet menni és nézelődni. Hogy hátrafelé is tudok tekinteni, tök jó. Tök jó, oké, nézzünk akkor a dolgok után. Gondolom, ami megcsillan, azzal kell foglalkozni, nem? Vagy ennyire nem egyértelmű? Oké. Valami ott. Clue indicators. Oké, tehát akkor valahol van valami a közelben, ugye, hogyha jól érzem. Ott is van, aha. Egy bizonyíték tökéletes. Jó, tehát tök jó, hogy lehet érezni egyébként rezgésen, hogy... Aha, oké. Tehát lehet érezni rezgésen, hogy van valami, ami érdekel. Oké, tehát akkor nem minden az, ami érdekel. Nem minden érdekelhet minket. Ott is van egy üveg. Azt is megnézzük, hát ha van valami. Szóval több üvegünk is van igazából, hogy most mennyi köze van bármihez, azt a rossz sem tudja. Nézzük csak mi van még. A haverom az nem tudom, hogy hova a francba tűnt, szóval én... Ja, ott van hátul, oké. Okay. Na, futni lehet valahogy? Próbálom tesztelni közben, így nem. Így lehet, kiváló, oké. Okay. Jó van, nézzük azért itt is körül, jó? Bár mondjuk itt le van zárva, de... Ja, valószínűleg itt sok értelme nincsen. Ez még tutoriál, szóval gondolom annyira nem kell túlzásba vinni. Aha. Na nézzük. Kiváló. Na, van egy új nyomom. Na, szóval a környéket ugye meg lehet nézni. Jó sok vér van, ugye? Igen. Valaki telibe közelről fejbe lőtte, tök jó. Várjunk csak. Itt nem dobtak el valamit? Esetleg? Nem érdekel. Szóval, oké, megnyitjuk a notebookunkat. Ja, szóval vannak igazából ugye jegyzeteink, amiket ugye tudunk nézni. Azt mondja, hogy clues, locations. Nézzük csak, clues. Mink van eddig, ugye? Semmi extra igazából. Emberekről nem tudunk, ugye? Jelenleg semmit, ennyit tudunk igazából. És ezzel kb. Ki is fújt, ugye? Szóval, megyünk tovább. Valami zizget még. Jó, csak az zizget, jó van akkor. Elnézek erre hátra is. Hát, ha akad itt valami. Ha érzel, igazából tök jó, megcsináltak azt, hogy... Aha. A vibrálás az mutatja, hogy valami van a közelben. Szerintem ez megint nem lesz releváns, de mindegy. Jó, ez csak ugyanaz, mint ami korábban volt.
valami itt zizgett, ami azt jelenti, hogy a pókösztönöm az megindult. Nem, ott valami... Valami itt van, valami itt van. Az mi? Az érdekel engem. Az érdekel engem. Az mi az istennyire? Jó, okés. És az... Lehet, hogy ennek sincs semmi értelme igazából, de legalább jó sok sörös üveget tudok nézegetni. Ez másik márka. Oké. Ennyi. Na, akkor elvileg föl tudok mászni, ugye? Aha. Ja, tök jó. Tényleg ilyen nagyon kifutó fiú bankért, tehát a rosszabb mászna föl ilyeneken, de komolyan. A rosszabb mászna föl ilyeneken. Az ott mi? Az ott micsoda? Na, ez már fegyver. Ott is van? Aha. Klasszikus, klasszikus. Oké, és nézzük tovább. Oké, és kettőt lőttek. Jó, még valami, nem? Ennyi, oké. Szóval megtaláltuk a fegyvert, kettő lövést adtak le belőle. Még valahol valami, vagy csak ennyi igazából? Megvan a fegyver, tök jó. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Nem tudom, mennyire vettétek észre egyébként, de az arc animációk valami zseniálisak, de tényleg zseniálisak. Hú, na, akkor fussunk vissza, aztán keressük meg ugye, hogy... Oké, azt mondja, hogy select notebook, nézzük csak, hogy mink van. Azt mondja, hogy vannak, embereink nincsenek, viszont van Klum. Ugye nézzük csak, igen. Jó, ennyi van igazából. Intuition, tehát akkor vannak ugye ösztöneink. Nézzük csak, mit gondolunk. De hogy ezeket lehet gyűjtögetni menet közben. Jó, rendben. Szóval ugye most annyi, hogy megtaláltuk a gyilkos fegyvert, ugye kettő lövést leadtak belőle, most akkor megyünk szépen és elvileg ugye a mi autónk, ha igaz. Megyünk szépen és egy fegyverbolthoz szépen elcsettegünk, hogy akkor megtudjunk valamivel többet róla. Gun store, oké. Set as destination, tökéletes, jó. Akkor már csak oda kéne érni nyugodtan, úgyhogy nem török össze semmit az égvilágon. Ez így elég nehéz lesz, hogyha ilyen szer az irányítás, de ez van. Próbálok nyugodtan, de tudom, hogy ismeritek azt az érzést, amikor az NPC csak egy picivel lassabb, mint a futósebességetek. Anyádat, menjél már! Menjél már! Mikő, buzi, elüsselek? El lehet egyáltalán ütni valakit? El akarok ütni valakit. Lehet, hogy mondjuk az hasznos volna. De lehet zúzni oszlopokat, tök jó. Király. Királyság, oké. Mi van? Én villogok, vagy villogok, szirénázok, vaze. Ne kötek egyé velem. Ez szép volt. Na, ez szép volt. Kiváló rendőrségi munka. Ez már kevésbé? Az irányítása az szörnyű. Katasztrófa, jó? Tehát biztos vagyok benne egyébként, hogy valaki tud a szabályoknak megfelelően, gyönyörűen közlekedni, én nem. Dobd kész, köcsög! Ezért valószínűleg le fognak baszni a főnökeink, de mindegy. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, úton vagyunk oda, gyerünk!
Az végül is itt is kiszálltunk. Oké, okay, leparkoltunk, leparkoltunk. Na, mi van itt? Aha, oké. Okay. Jaj, 024-ben nyitva van, azért jöttünk ide, értem. Na, menjünk bebeszélgetni akkor. Szevasz! Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27, registered Magnum. Chambered for 357. Nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. Mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Szóval, ugye, ez egy olyan fegyver, amit kizárólag rendelésre hoznak, szóval innentek ezt megnézzük, ugye. Oké, keressük, nézzük csak. Azt mondja, hogy nem ez kell nekünk, hanem... milyen modell? Nem, nem az kell nekünk, azt mondja, hogy egy Smith & Wesson-t keresünk. Nem. Nickel, Walnut, nem. Azt mondja, hogy... Polish Nickel. Itt nem. Nem, 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 nem. Hűha, ez melyik volt? Mit mondott róla? Read entries and pass. Nem. Szerintem csak elkezdek bögdösni, mert abszolút nem emlékszem, hogy mit mondtak. We're in luck. Errol Schroeder. 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Ő az, oké. Okay. Ja, hogy gyöngyház berakásos, azért oké. Okay. Megvan. Figyelni kell a részletekre, de tényleg. Tehát tényleg ez pont egy olyan játék, ahol figyelni kell a részletekre. Jó? Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. Na, szóval elmegyünk hozzá, ismét veszélyeztetve úgy a lakosságot. Természetesen. Oké. Bocs, 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 bocs. Közlekedek, közlekedek, hagyjál békén, na. Úgy tűnik egyébként, hogy az autónak nincsen damage-e, szóval innentől kezdve úgy megyek, ahogy szeretnék, jó? Tehát kivéve, hogyha találkozom láthatatlan falakkal. És beszól a társunk, tök jó, oké. Okay. Most esküszöm, hogy direkt csak feszegetem bakker, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, meg mi az. De én szeretném! Kiakasztom a társamat teljesen. Megyünk, bocs! És ez meg nem enged be. Rohadt életbe. Ki fogom készíteni a csávót teljesen. Bocsi, tolnom kell egy Y-t. Oké, okay, kiváló. Na szóval, akkor most erre megyünk és... A francba, majdnem elgázoltam, majdnem elgázoltam. Tudom, nem GTA, de akkor is. Jó van, jövök már, jövök már. Esküszöm, hogyha nem kontrollerrel kell, akkor sokkal jobban vezetek, higgyétek el nekem, jó? Komolyan, be egy szó, eskü. Menném már valamerre. Szörnyű. Szörnyű az irányítás, de tényleg szörnyű az irányítás. Tehát ez biztos, hogy... Oké, próbáljuk meg. Lassan, nyugodtan, jó? Zöld lámpám van. Gondolom, hogy ezekre is figyeltek, hogy hol van zöld, hol nincs. Saját sávomban tudok haladni. Ha tudnék a saját sávommal haladni, de tényleg egy ilyen hangyafasznyit hozzáérek, és már megyek a túloldalra. Sávváltás. Nem lehet elgázolni senkit. Előzök, bocsi. Ez jól sikerült. Mégis mindenki egybe maradt, szóval, ja. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ah,
Hagyjál békén, mész innen? Menjél már odébb, közlekedni szeret... Simán itt, hogy mindenféle baleseti bejelentő meg egyébként. Arról a téled, áááá! Karmageddon ösztönök visszajöttek gyerekek, de tényleg. Valakit nem lehet elütni? Most direkt megyek rá. Ember, valaki, aki sétál, nem? Baszom, áááá! Hol vagytok már? Ott van. Őt megpróbáljuk, jó? Lehet, hogy le fog tiltani a játék, de majd meglátjuk. Na nézzük. Céloz, és... Nem menekülsz. Francba! Oké, itt vagyunk. Francba. Le vagyok tiltva arra, hogy bántalmazzak ott embereket, na mindegy. Nem tudom, miért az első ösztönöm. Oké, ide nem fogunk tudni bejutni. Elvileg... Bocsi. Na. És ide igen? Kiváló. Nézzük meg akkor. Postaláda. Melyik az? Schröder volt, ugye? Kettes szám, oké. Akkor megyünk föl. Mr. Schröder? Dolga van a törvénnyel. Tessék jönni. Ezért ez egy jó hosszú futkosós este. Hát mikor látnám vagy a számokat. Az a kettes. Akkor kopogjunk be. Jó? Úgy. Hoppá! Elnyomtam véletlenül egy cutscene-t. Bocsánat. Hogy ez tutoriál most, oké. Azaz! Lecsaptuk. Ralph, you all right? I'm fine, I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Na, akkor most körülnézünk. Elnézést, elnyomtam egy cutscene, nem tudom, hogy miért. Valamit éreztem itt. Zizergett a pók ösztönöm, de tényleg. Arra, nem? Oh, de, ott valami van. Aha, igen. Rengeteg üveg. Pontosan? Ugyanaz a márka. De gondolom semmi extra nem találok egyiken sem. Jó. Szóval valószínűleg nem józanul követte el. Ez már pozitív. Az egy hamutartó, semmi extra. Nézzünk körül még mi van itt. Sapi le... Aha. Az ott micsoda. Mystic Tales. Nézzük csak. Oké, hát ez egy sima igazából ilyen magazin, semmi extra. Nézzünk körül valahol, bármi használható. Na az... Gondolom az almával sem vagyok beljebb, na mindegy. Legalább néztem. Gyerünk. Kilátás. Nem. Valami ott van. Aha. Bögre. Nem fog segíteni, jól van. Nem baj. Ez még egy üveg? Ennyi? Seems irrelevant. Ja. Abszolút. Seems irrelevant. Kukát akartam volna megnézni, nem azt, na mindegy. Akkor nézzünk tovább. Mi van itt? Valahol? Azok jövő, hogy felrúgtam valamit, mint a kötelező volna. Bocsi. Másik szoba? Nem. Bocsi. Ez most kivisz a folyosóra, nem? Nem ez. Nem. Ó, a fiók! A fiók zizeg. Mi van ott a fiókba? Mit találtunk? Ó, okés. Értem.
of names. Floyd Rose, ott a neve. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Cole, a city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end. All units at 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan. 1415 West 3rd Street. Unit to handle, identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam on route. Na, akkor elvileg most valami üldözés kellős közepén vagyunk, ami egy tök pozitív dolog. Vagy lövöldözés, bocsánat. Most próbálok igazából határozottan a sávomban maradni. Hí, mi a? De végül is átjutottunk, úgy ahogy. Na most mi van? Hát ez... akkor bazd meg futunk. Édesanyám, oké. Akkor futás, abból baj nem lehet. Meg tudok jutni valakit? Nem, nem tudok. Földögtni sem tudom rohadt életbe. Kocsi csezd meg, kocsi! Fölborítottam, ez hogy az Istenbe sikerült? Milyen nyugalom van egyébként, milyen csend. Csak egy futkosos rendőrt látnak egyébként, az hogy milyen poén lehet. Milyen részletességgel megcsináltak egyébként még a környéket is. De tényleg, tehát amit valószínűleg egyébként sosem fogom megnézni. Át lehet ugrani? Át. Kiváló. Jó helyen vagyunk? Jó helyen vagyunk. Na nézzünk ide akkor. Ott is van! Na, közben ugye
Oké, tehát ezzel célzok. Mit csinálok? Na, hol vagy? Egy mínusz, oké. Van még? Hol van a többi? Gyerünk! Újra töltünk, gyorsan újra. Dugj a pofád. Húhúhú! Jó. Gyerünk. Oké. Látunk valakit? LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance. Not a fucking chance, copper. You come any closer, we'll cut you. Dancba. Stay in cover. Megyünk. Buktad. Oké, ott hátul is van valaki. Kiváló. De szedtem, nem szedtem? A franc, ott is fenn. Ott is van fenn egy. Picsába! Jó? Ennyi? Kész? Vége? Konyec? Rendben, akkor menjünk be. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you have my back. Man couldn't ask for a better partner. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum, Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! Na, jó van, akkor még egy üldözést lezavarunk, elkapjuk, megverjük. Rendőri bántalmazásnak lesz áldozata, gyere te pöcs! Gyere, gyere, el foglak kapni és megverlek, de rendkívül. Megbotozom az ánuszodat, te rohadék! Elkaplak. Nem tudom elkapni, bakker, komolyan? Gyerünk, gyerünk, gyerünk! És tényleg? Nem, 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 föl! Csak el kéne már kapni, vagy valami.
Na, elkapjuk? Hol van? Ott van a rohadék! Gyerünk, kapjuk el! Azaz! Ahhoz képest, hogy milyen szép nagy darab a fickó, eléggé atletikus, nem? Tehát most nem tudom, én nem biztos, hogy föl tudnék mászni egy ilyen cuccon. Hol vagy? De nagyon siet, hova mész? Jövök én is. Mondom, jövök. Így igazából eléggé nehéz lesz elé vágni, na mindegy. Most hol a francba van? Ó, baszod! Kapd el! Azaz! Fejjel! Vagy lecsap, vagy valami. Azaz! How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Na, az a helyzet, hogy kicsit több is, mint fél óra lett belőle, nyilván töltőképenyők is beleszámítanak. De én azt mondom, hogy nézzük meg még a következő videót, hogy mégis miféle visszatekintés vagy egyéb lesz, aztán utána beszélgetünk. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps. Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership. Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso! In my office, now! Szóval, van itt némi ilyen tengerész gyalogos múlt, ugye? Egyértelműen. Van itt azért érdekesség, tehát tényleg rendőri munkát végzünk, és feltételezem, ez csak a nagyon-nagyon-nagyon az alja az egésznek, tehát hogy itt azért bőven több logika, meg nyomösszerakás, meg egyéb lesz benne. Meséljetek a komment szekcióban nektek, hogy tetszik. Én imádom egyébként magát ezt az egész műfajt, stílust, mindent az égvilágon, szóval én ebből be fogok zabálni még nagyon-nagyon sokat, amikor nem látjátok. Most viszont megköszönöm nektek, hogy itt voltatok. Ha nem tettétek, továbbra is dobjatok egy lájkot, valamit iratkozzatok fel, hogyha a következő videót is szeretnétek látni, és írjatok kommentet ezzel rá. Jó, tehát hogy tetszik, nem tetszik, mi a véleményetek, meg volt, nem volt, meg szeretnétek megszerezni. Jöhet minden ezzel rá, jó. Következő alkalomig pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hamarosan találkozunk. Legyen szép estétek. Sziasztok!